Megállapodásra jutottak a kormánykoalíciós pártok vezetői a jövő évi nyugdíjemelés kapcsán. Ennek értelmében az időskori juttatás 12,5 kal nő 2023. január 1 -től. Megerősítették hétfő este a kormánykoalíciós pártok vezetői, hogy jövő év január 1-től 12,5 kal nőnek a nyugdíjak. A Pénéli elnöke Nikolai Csuka miniszterelnök, a PCD elnöke Márcsia Csolákú, valamint Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke mind Facebook bejegyzésben számoltak be a hétfői koalíciós ülésen született döntésekről. Kelemen Hunor azt írta, január 1-től a nyugdíjpont értéke 1784 lei lesz, a növekedés a befizetés alapú nyugdíjak esetében érvényes. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség mindig szívügyének tekintette és támogatta a nyugdíjasokat, közölte a szövetségi elnök. Emellett a kis nyugdíjasokat további támogatásban részesítik 2023-ban. A legfeljebb 1500 lejes nyugdíjjal rendelkezők 1000 lejes, az 1501 és 2000 lej közötti időskori juttatásban részesülők 800 lejes, a 2001 és 3000 lej közötti nyugdíjjal rendelkezők pedig 600 lejes segélyt kapnak. A támogatást két részletben folyosítják, az egyiket az év első fél évében, a másodikat a második szemeszterben. A legfeljebb 1700 lejes nyugdíja rendelkezők jövőre is megkapják a 250 lejes szociális utalványokat. Ezeket továbbra is két havonta folyosítják. A kisnyugdíjasokat az energiaszámlák kifizetésében is segíti a kormány. A 60 éven felüli legtöbb 2000 lejes nyugdíjjal rendelkezők 1400 lejes támogatást kapnak erre a célra ugyancsak két részletben. A koalíciós pártok abban is megállapodtak, hogy a fogyatékkal élők 13. havi juttatást kapnak, az inflációhoz igazítják a háborús veteránok és azok özvegyeinek 2018-tól befagyasztott juttatását, ami hozzávetőlegesen 30%-os emelést jelent, és a gyermeknevelési pótlék is az infláció mértékével Nők 2023. január 1-től. Az ellenzéki úszéré a bejelentés kapcsán azt állítja, ez a nyugdíj emelés még a 15%-os inflációt sem fedezi. Ez a szüleink és a nagyszüleink megalázása, írt a Facebook bejegyzésben kötelint